villámtéten magányos fenyő, mint a vizét vesztett hatag, mint az odén rúgott kő. Május elején 5 napos kiránduláson vettek részt a Kanizsai Intézmény diákjai a Határtalanul program keretében. A 7. osztályos tanulók azoknak az alsóbb évfolyamos társaiknak meséltek az útról, akik a következő tanévben indulhatnak útnak az iskola újabb nyertes pályázatának köszönhetően. 10-12 óra között megérkeztünk Varasdra, és megnéztük a várat, és egy tanuló ismertette a vár történetét, mindenki készült ilyen kis szöveggel, és ugye nagyjából elmondtuk, hogy mit kell tudni a várról. Ugye itt vagyunk, a Ricsi mutatja be a várat éppen. A kirándulás a diákoknak, tanároknak egyaránt nagy élményt jelentett. Voltak közös dalok, amikkel az ottani magyarokat sikerült még egy kicsit megríkatni is, mert annyira érzelemdús és annyira magyarságról szóló dalokról van szó, hogy meghatódtak, amikor mi ezt előadtuk. A másik, ami nagyon megható volt mindannyiunknak, amikor készítettünk nemzeti színű gyöngykarkötőket az ottaniaknak, illetve nemzeti színű legyezőket, és amikor ezt átadtuk. Az iskola Határtalanul projektjét június 8-án egy az egész iskolát megmozgató témanap zárja.